Azok, akik a napokban az óratorony környékén jártak, bizonyára észrevették, hogy visszatért az első gólya szovátára. A placcal szemben található fészekben egyenlőre egyetlen példány látható, bizonyára a társa is hamarosan megérkezik. Az Afrikából hazatérő madarak közül a leggyorsabbak március elején szoktak megérkezni, vannak azonban olyanok is, akik áprilisben érik el végső úti céljukat. A nagytestű vándormadarakat gyakran nevezik a tavasz hírnökének, ugyanis megjelenésük sejteti, hogy jön a meleg. Sóvidék térségét különösen szeretik a gólyák, hiszen itt megmaradtak azok a természetközeli helyek, amelyek táplálkozásuk szempontjából igen fontosak, például a vizes élőhelyek, a gyepek és a kaszálók, szováltán szóval az oszlopok és fák tetején rengeteg fészek várja, hogy újra belakják őket. Bár mindezekből úgy tűnhet, hogy felmelegedés következik, az időjárási előrejelzések egyelőre nem ezt mutatják, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint Erdélyben a következő napokban meglehetősen hideg lesz. 6 és 10 fok közötti hőmérséklet lesz nappal, mínusz 2 és 0 fokos éjszakai hőmérsékletre lehet számítani, főleg a medencékben kell fagyos hajnalokra számítani. Március 22 -e és 25-e között felmelegedés következik, nappal 14 és 18 éjszaka 3-4 fok várható. Március 27-e körül rövid időre ismét süllyed a hőmérők higanyszála, de utána újabb felmelegedés várható, 16 fok körüli nappali csúcsértékekkel és 2 fok körüli éjszakai minimumokkal csapadék március 18-a és 21-e között, majd még nagyobb valószínűséggel 24-e és 28-a között várható.